Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Szili Katalina volt házelnök, ma a miniszterelnök főtanácsadója, és tulajdonképpen ugyanazzal foglalkozik, mint korábban. Kezi csoklom, szép jó reggelt kívánok. Én is, és a kedves nézőknek is. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Az örökkévaló jóvoltából a Luaka zsinagógai naptár szerint 5784 Ádár Séninek a negyedik napján vagyunk. A polgári időszámítás szerint 2024. március 14-e és csütörtök van. Egy nappal nemzeti ünnepünk előtt. Ma a Matildok ünnepelnek. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint az euró középárfolyama 396.09, míg az amerikai dollár 362.06. Ezzel szemben az angol font, aki éppen Londonban jár shoppingolni, vagy csak színházba, jól kösse fel a pénztárcáját, hisz az angol font 462.95. A várható időjárás 1 és 14 Celsius fok között várható. Öltözzenek rétegesen, figyeljenek oda a folyadékháztartásukra, és helyezzék magukat kényelembe. Tudják mit, nyissák gyorsan ki az ablakot, hogy a friss levegő is betóduljon, és már is kezdjük a beszélgetést a volt házelnökkel, aki azóta is a nemzetért dolgozik, és most ez nagyon fontos, így március 15-e előtt egy nappal. Mint miniszterelnöki főtanácsadónő, mire gondol a történelmi Magyarország szinte minden városában emlékeznek 1848-ra? Jó reggelt kívánok én is, és köszönöm a meghívást. Szerintem igen, és sőt nem csak a történelmi Magyarország részén, hanem a diaszporában élő magyarság is, a világon mindenütt, hiszen ilyenkor mondhatom azt, hogy Los Angeles-től egészen Sydney-ig, vagy mondhatom, hogy Stockholm-tól le Dél-Amerikáig mindenki emlékezik. És Tel Aviv-tól Kairóig mindenhol. Így van, és ez számunkra azért is fontos, mert tulajdonképpen ilyenkor érzékeljük azt, hogy ez a nemzet együtt van, hiszen a mi identitásunkat pontosan az adja, ami a saját nyelvünket, kultúránkat, történelmünk tiszteletét jelenti. Ezért is ez a március 15-e, mondhatom azt, hogy a legnagyobb nemzeti ünnepünk, és ilyenkor mindenütt a piros-fehér-zöld kokárda és zászló alatt mi magunk emlékezünk, és hát ezért ez jó lehetőséget ad arra is, hogy picit arról is beszéljünk, hogy mi az, amit a 21. század globális világa nyújt számunkra. Önnek a legnagyobb sikere azóta, amióta én ismerem, hogy mindig ugyanarról beszél, mindig ugyanazt szeretné, akár mint házelnök, akár mint főtanácsadő, akár közben mint politikus, mindig az autonómiáról beszél, mindig a kívülrekedtekről beszél, és nagy hívője a diaszpórának is. És érdekes módon talán ezeknek a szálaknak köszönhető, hogy Orbán Viktor miniszterelnök után ön az egyik legismertebb magyar politikus, például a Közel-Keleten, úgy Egyiptomban, mint az újkori zsidó államban. Hát, ha visszaemlékszem még a... Most már azért érdekes, mert főszerkesztő úrnak elárulom, mint volt munkatársamnak is, hogy idén májusban lesz 30 esztendeje, hogy tulajdonképpen a nagy politikába bekerültem 94-ben, amikor képviselő lettem, és államtitkár a környezetvédelmi tárcánál. Ez alatt a 30 esztendő alatt talán a legfontosabb házelnöki kapcsolataim, és ez főleg a házelnöki időszakra tekintendő, azért Izrael, akkor Egyiptom, mivel ön is ezeket említette, olyan házelnökök voltak, akik egyébként együtt is jártak a Sorbonra iskolába, tehát egy körből, kulturális indítatásból származtak, ugye, és számomra azért az fontos volt az a kapcsolat, amit velük sikerült kialakítani, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy rendkívül kiegyensúlyozott kapcsolat volt, úgyhogy többször jártam Izraelben is, és annak idején Rivlin
házelnök úr akkor még, aztán úgy köztársasági elnök lett, többször vendégem volt, sőt itt is, és én is ő nála. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek mindig én fontosak. Ezekre. Igen. A személyes kapcsolatok különösen meghatározóak ezekben a kapcsolatokban, hiszen ilyennek köszönhető, például az visszaemlékszem, amikor, és akkor most egy másik példát hadd hozzak, Szlovákiában, illetőleg Ukrajnában van egy olyan település, amit egyszer Kis-Szelmenc, Nagy-Szelmenc szétvágtak a háborút követően, de magyar lakta, de az egyik fele Szlovákiához tartozott, a másik fele Ukrajnához. És akkor ők, ha egymást látogatni akarták, akkor 100 kilométert kellett kerülni, ahelyett, hogy ugye átmentek volna egy kis határát kelőn. És én megkértem akkor a Hruszovszki elnök úr volt a házelnök, és a litvin elnök úr volt Ukrajnában a házelnök, és megkértem őket egy levélbe, hogy tegyék lehetővé, hogy egy karácsony alkalmával nyissák meg, és ők ezt megtették. De ugyanilyen volt az is, amikor bár ugye a szocialista házelnök voltak, de tudták, hogy mindenki, hogy egy keresztény indítatású ember vagyok, és a három házelnök a szomszédokból, nevezetesen Hruszovszki, a szlovén, illetőleg az osztrák házelnök, akik szintén keresztény demokraták voltak, meghívtak, hogy hármukkal menjek el a pápához. Tehát azért vannak ilyen élményeim, és azért ez a 30 év mögöttem, ez jó lehetőséget biztosít időnként, hogy így emlékezzem ezekre. Szóval csak ezzel azt akartam mondani, hogy a személyes kapcsolatok azért a köz számára is jó lehetőséget biztosítanak, hogy az ember tényleg valami pozitívat cselekedjen. Sok sikert kívánunk az új házelnöknek, innét is, de azért bízom abba, hogy még földi tartózkodásom alatt a miniszterelnök, persze ez őnek is még sokáig miniszterelnöknek kell lenni, rájön arra, hogy a női köztársasági elnökök vonzóbbak, és többet tudnak tenni hazánkért, mint mi a férfiak, és majd beírhatom életrajzomba is. Hát bár az elmúlt eseményeket tekintve nem vagyok benne biztos, hogy miniszterelnök úr most annyira szerette női elnököt bárhova, de... Ez a humor része, a politika az egészen másról szól. Az így. Egészen másról szól, de ezekben a nehéz napokban arra gondolok, hogy mennyire más lenne, anélkül, hogy a történelemben ugye nincs, hogy mi lenne, ha például ezekben a napokban Izrael miniszterelnöke Golda Meir lenne. Hát, vagy ha India elnöke Indira Gandhi lenne, mert akkor most ez a, sőt, még a Mutit is visszasírom Németországba. Ez a párnő itt most azért gatyába rázná ezt a világot, ami eléggé hitetlen állapotban van. Az a baj, főszerkesztő úr, hogy nem látni karizmatikus, alig van néhány karizmatikus politikus szerintem, akik... Akik meg voltak, akik kicsit inkább és ezért fontos nagyon a béke, de ha most Izraelre tekintek, ott is, mert azért egy olyan méltatlan támadás érte Izraelt, ami én azt gondolom, hogy illetve én nem gondoltam, hogy még egyszer ilyen előfordulhat. Hát mondhatjuk, ebben hogy a világban, soha ahol, többé nem lesz. De ugyanígy, ugyanezt állítom azért erről az orosz-ukrán konfliktusról is, hogy ha Minszki megállapodást, amit még, ha már volt szíves Mutit, Merkel asszonyt említeni, hogy ugye ők hozták tető alá, és milyen érdekes, hogy ma azok a politikusok inkább a tűzzel játszanak, gondoljunk itt csak Macron elnök úrnak azokra a kijelentéseire, amiben NATO katonákat küldene Ukrajnába. Utána a külügyminisztere próbálta megmagyarázni a bizonyítványt, hogy nem arra gondolt, hanem arra, és rosszul értették, de világos volt. Igen, de mondjuk azt olvasni azért, meg azzal szembesülni, hogy mindenki úgy gondolja, hogy jó, hát egy lépésre vagyunk egy világkonfliktustól, de könyörgöm. Hát pontosan azt gondolom, a 20. század meg kellett, hogy tanítson bennünket arra, hogy ezeket nem szabad. Tehát ez már olyannyira a tűzzel játszás, hogy itt pillanatokon belül keletkezhet olyan konfliktus, ami aztán visszafordíthatatlanná válik. Ezt nem szabad. Tehát itt csak és kizárólag egy a fontos, a békéről beszélni, és azért tenni. Igen, hát először is a
békéhez fegyverek kellenek, úgyhogy nem hiszem, hogy a NATO be fogja érni a 2%-kal, mert bajban van a világ. Hát bajban, de ezért lenne szükség karizmatikus politikusokra, akiknek van... Meg ezért lenne szükség nőkre, mert ők tudják, hogy mit jelent egy gyermeket megszülni. Hát igen. Akkor is, ha egyet, és akkor is, ha hetet szültek, vagy akkor is, ha csak örökbe fogadták, mert egy örökbefogadott gyermeknek az anyja a felelősséget ott van, amikor lázas, ott van, amikor kölyök, amikor nem tudja megmondani, hogy mi baja, és ki kell találni. Tehát, azért én bízom abban is, hogy azért vannak békepárti politikus férfiak is, úgyhogy én bízom benne, szükség van rájuk. Azt mondja meg nekem, hogy készülünk-e valamire az autonómia ügyekkel, most, hogy mi leszünk az Európai Unió soros elnöke? Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Főleg most így, hiszen most volt március 10-e a Székely Szabadság napja, és ugye akkor, hogyha autonómiáról beszélünk, főleg a magyar közösségeink tekintetében, akkor a székelyföldi területi autonómia az, ami először eszünkbe jut. Hiszen ott azért Maros, Hargita és Kovászna megyében még mindig többségben van a magyarság szerencsére. És ezért lenne erre szükség, hogy pontosan azért, mert az Európai Unió is azt mondja, hogy fontos a szubszidiaritás elve, tehát hogy egy közösség önmaga hozza meg a saját döntéseit. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy azután, és akkor még egy elemet hadd hozzak ide be, hogy éppen 800 esztendeje volt, amikor II. András az erdélyi szászoknak önrendelkezést biztosított. Pont ezért, hiszen 1224-ben adta ki, 2 évvel az aranybullát követően, és ezt azért is említem, mert a Magyarság Kutató Intézettel elkezdtünk egy munkát, hogy szeretnénk egy kicsit ezt is Európa történelmi emlékezetébe hozni, hogy a magyar királyok azok mindig is éltek azzal a lehetőséggel, hogy a nemzeti közösségeknek önrendelkezést biztosítsanak. Tehát ez az egyik irány, amit szeretnénk fölmutatni idén a 800 éves andreánumunkat. Másrészt pedig készülünk azzal, hiszen nekünk megoldási javaslatunk is van arra, ami most Európában szükséges lenne a nemzeti közösségek önrendelkezési, vagyis másképp fogalmazva a kisebbségi jogok, a nemzeti kisebbségi jogok biztosításával. Erről viszont Andrássy György pécsi professzorral, jogászprofesszorral és Kalmár Ferenccel készülünk egy kiadvánnyal, amiben, hangsúlyozom még egyszer, megoldást biztosítunk, és szeretnénk angol, német és francia nyelven is megjelentetni, hogy minél többen hozzáférjenek. Tudok egy nagyon jó műfordítót. Én viszont, az nagyon jó. Én viszont úgy tudok emlékezni, és úgy fogok emlékezni, mint a Heti TV tulajdonosa, és emlékeztetni Magyarországot és Európát. Idén van a 80. évfordulója a holokausznak. Hát, és van egy nagyon híres dal, aminek az a címe, hogy Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország. És valamikor ezt a dalt a szélső jobboldali radikálisok énekelték. Viszont Vadas Vera segítségével évekkel ezelőtt kikutattuk, hogy ki volt a dal szerzője. A dal szerzője Auschwitzba végezte, a gázkamrába. Egy zsidó. Zsidó volt a szövegíró, zsidó volt a zeneszerző, és azóta a Kossuth Rádiós műsoraimban, a Hagyad Izraelben nagyon sokszor. Ezzel bosszantok mindenkit, mert egy gyönyörű dal, csak rossz emberek használták ezt, és itt a televízióban is többször, például újévkor a himnuszok után az utolsó himnuszként ez megszólal. Ezzel búcsúzom öntől, nagyon köszönöm, kellemes nemzeti ünnepet kívánva, és ha teheti, akkor nézze műsorunkat visszamenőleg meg március 15-ét, mert például professzor Gerő András, aki ma már nincsen közöttünk, de vele beszélgettem 45 percen keresztül évekkel ezelőtt a zsidók képviseletéről 1848 szabadságharcban, és ez is egy említésre érdemes dolog. Köszönöm szépen. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. Szili Katalina volt házelnök, a miniszterelnök főtanácsadóját látták és hallották. Előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk!